Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma este a Nyílt térben szokás szerint ugye nyírbátori lehetőleg sok embert érintő témáról beszélgetünk, de most szokatlanul sport lesz itt szerda este. Nevezetesen a nyírbátori kézilabda sport, azonban is a férfi szakág, akikről tudhatjuk, hogy fölényesen megnyerték a bajnokságot az NB2-ben, egy vereség egy döntetlennel végeztek az élen, de hát ez a három pontveszteség pont elég volt ahhoz, hogy osztályozót kelljen majd játszani hamarosan 19-én. De mielőtt a 19-i mindent eldöntő egy mérkőzésről beszélünk, ha jól sejtem, addig is nézzük már meg, hogy hogy indult ez az év. Tehát eleve az volt az évben a célkitűzés, hogy meg kell nyerni a bajnokságot az NB2-ben? Köszöntöm a nézőket. Igen, ezzel a céllal mentünk neki ennek a szezonnak, hogy ismerve a mezőnyt, illetve azon törekvéseinket, hogy a csapatot hogyan raktuk össze, bátran kitűztük azt a célt, hogy most van itt az idő, és a 4 éves építkezésünknek a megkoronázása lehet az, hogy ezt a szezont ebben a szezonban megnyerjük. Jó, tehát azt mondja, hogy eleve úgy indultak, hogy megnyerik a bajnokságot, és ha már említett ezt a 4 éves építkezést, a mai csapat a 4 évvel ezelőtti induláshoz képest miben különbözik a 4 évi csapattal szemben? Hát nyilván 4 év alatt volt rotáció, voltak. Van még olyan játékos, aki 4 éve is itt volt? Hogyne, az összes nyírbátori játékos, akivel kezdtünk, akit tulajdonképpen az előző klubtól átvettünk, ők mindannyian itt vannak, és akkor mellettük ez egyébként 6-7 játékost érint, és akkor mellette cserélődtek úgymond azok a játékosok, akikkel végül is ezt a célt elértük. Tehát ez a folyamatos építkezés, ez nem csak azt jelenti, hogy taktikában, nem tudom, meccsrutinban építkeznek, hanem azt is, hogy a játékos állományt addig-addig alakítják, amíg ez a játékos állomány alkalmas nem lesz ahhoz, hogy nyerjenek egy NB2-es bajnokságot. Hát is. Mert azok a játékosok, akiket említettem, hogy nyírbátoriak, akik első perctől kezdve velünk vannak, ők nyilván, hogy 4 szezonnal idősebbek lettek, rutinosabbak lettek, fejlődtek. Ezen kívül fejlődött maga az egész csapat, de az is igaz, hogy addig próbálgattuk úgy a keretet összerakni, míg végül ez sült ki belőle. Most ez a keret a jövőt tekintve teljesnek számít, vagy még mindig, ha a magasabb cél teljesül, akkor itt erősíteni kell? Hát ugye azt tudjuk, hogy ez egy 100%-osan, ez a sport és utánpótlás nevelő non-profit Kft. 100%-os önkormányzati tulajdon. Ez nyilván tisztában vagyunk vele, elvárható az, hogy helyi játékosok jelenjenek meg a keretben, és mi ehhez próbálunk is alkalmazkodni. De tulajdonképpen az, hogy idáig jutottunk, ez egy szívós, kitartó, hosszantartó munkának az eredménye. Nyírbátor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kézilabda felleg várrá válhat? Hát igen, főleg annak tudatában, hogy a jelenleg egyetlen másodosztályban, tehát NB1B-ben szereplő nyíregyházi csapat az idén sajnálatos módon kiesett. Tulajdonképpen mi léphetünk föl ennek az űrnek a pótlására, de hát addig még a legmagasabb lécet kell átugrani, ugye említettük ezt az osztályozót, és akkor valóban. Egyébként is arra törekszünk, hogy egy olyan utánpótlásbázist, illetve csapatot alakítsunk ki. Nyírbátornak is azért vannak hagyományai a kézilabdázás tekintetében, férfi kézilabdáról beszélünk most, ami volt már másodosztályban, tehát NB1B-ben a nyírbátori klub 2-szer is, hosszabb, rövidebb ideig. Volt is köze hozzá. Igen, volt a 90-es években gyakorlatilag
4 évig én vittem, és már egy másik beszélgetésünkkor említettem is, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy akkor Nyírbátor történelmének, kézzeladás történelmének legjobb helyezése is szerintelenül a nevemhez fűződik többek között. Aztán volt nem régen egy másik NB1-s szakasz, de most ez egy sokkal erősebb NB1-s bajnokság lesz, és ez miből, honnan tudjuk, hogy ez erősebb? Onnan tudjuk, mert ilyen osztályozó, hogyha ez a bajnoki cím megnyerése a tavalyi év folyamán került volna sor, tehát az előző bajnokság, akkor csont nélkül feljutottunk volna. Ugyanis ez az átszervezés, azzal, hogy beiktattak egy osztályozót, a következő szezontól lesz érvényes. Ami után következő szezonban pedig egy csoportossá fog válni, a jelenleg még két csoportos NB1-B. És ez a két csoportos NB1-B, amihez most osztályozót kell, hogy játszunk, ez szintén egy új mód, még nincs 100%-osan kidolgozva, hogy az azt követő szezonban egy ilyen playoff rendszerrel alsóház, felsőház, nyugati csoport, keleti csoport helyezettjeivel egy újabb rájátszás lesz, míg nem kialakítják, a szövetség szándéka ez, az egycsoportos NB1-B-t. Hát az majd akkor lesz olyan erős. Igen, de most is azzal, hogy osztályozót iktattak be, tehát automatikusan nem jutnak föl az NB2-es bajnokok, ami 6 csoport bajnokát jelenti, mint az elmúlt szezonokban, ahogy volt, ez már maga erősíti az elkövetkezendő idényben a két csoportnak az erősségét. De az NB1-B ugyanannyi csapattal működik tovább, ugye? Mint ez. Ugyanannyi a 2x12-vel. Jó, még nem éljegyünk, mert ott tartottunk, hogy lehet-e kézilabda Fellegvár igazán Nyírbátor, illetve mi szükségeltetik ahhoz, hogy az legyen, illetve hogyha sikerülne az NB1-B, az mennyiben erősíteni ezt a helyzetet? Hát az vonzó lenne. Tehát, hogyha sikerülne az NB1-B, nyilvánvalóan minden utánpótlás fölnövekvő gyereknek kell, hogy legyen egy felnőtt csapat célja, ahova ami motivációt jelent, hogy oda szeretnék fölkerülni. Nyilván, hogy ez megkezdődik már a 7 éves gyerektől kezdve, a 8 éves és a 15 évestől, illetve az ifjúsági korú, bezárólagos 20 éves korú gyerekekig. Tehát van egy cél, ami azt eredményezi a gyerekeknél, hogy oda szeretnék fölkerülni az első csapat keretéhez, és hogyha ez adott esetben NB2, az is egy motiváció, de ha NB1-B, a magyar kézilabdázás második vonala esetlegesen, az úgy gondolom még, talán még nagyobb motivációt jelent. Nyilván. Egyébként hány gyerek vagy ifjúsági csapatok működik most? Hát ifjúsági csapat egy van, igen. Az a kötelező egyedül egyébként itt a sportegyesületeknek, de rendelkezünk serdülő csapattal, utánpótlás 13 évesekkel, utánpótlás 11 évesekkel, 10 évesekkel, 9 évesekkel is. És jövőre összesen hány gyerek lehet kézzel a sakákban? Tehát tulajdonképpen igazolva a klubunknál több mint 120 gyerek van. De ugye nem kell arról külön kifejteni az embernek a véleményét, hogy ez az elmúlt másfél év mit okozott. Gondolok itt ugye erre a pandémia járvány helyzetre, mit okozott ez nem csak nálunk, hanem több sportklubnál és sportegyesületnél is. Egyébként leült a utánpótlás kézilabdázás teljesen? Hát nem. Mi például a serdülőkkel, illetve az ifjúsági csapattal végig edzettünk a télen, mivel hogy tornacsarnokban, és ez is egy olyan kérdés, amiről ugye érdemes szót ejteni, tornacsarnok helyett a futballpályán, a futszál fedett műfüves pályán edzettünk, de edzettünk egész télen. Elég mostoha körülmények voltak, mert az a légbefúvó rendszer azért a hidegebb napokon nem eredményezett azért olyan komfort érzetet, és a kézilabdához azért lényeges, hogy a kéz azért az egy kellemes hőmérsékletben legyen, de ott végig edzettünk. A többi gyerekeknél ezt nem tudtuk addig, amíg ugye teljes iskolai zárlatok voltak, stb. Ezt nem tudtuk véghez vinni. Azért is jelentett ez problémát, mert úgymond online edzésekkel tartották mozgásban a gyerekeket az edzők,
Minden héten megkapták a feladataikat, napra készen mindenki. Hát ez egy csapatjáték. Hát ez csapatjáték, illetve hát... Taktika, merők, állóképesség, stb. Így van, és ezért szeretnénk most azt, hogy ugye ez a helyzet, ahogy változik, újra visszacsalogatni, visszaédesgetni a természetesen. Tehát lemozsolódtak? Hát ez majd akkor fog kiderülni. Hogyha, tehát a következő, lehet kezdeni. Következő. A gimnáziumban, ahol egyik fő utánpótlás bázisunk, amióta lehet iskolába járni a gyerekeknek, ott megindult azonnal az edzőknek a irányításával az utánpótlásnál is a munka. Már most az elmúlt hétvégén a szövetség, ugye ott is a bajnokságokat lefújták, mert ott is bajnoki rendszerbe ment a versenyeztetés. Most a Magyar Kézilabda Szövetség ilyen tornákat iktat be, tornákat, hogy mégis ugye tűzbe tartsuk a gyerekeket, illetve próbáljuk meg tűzben tartani. Az elmúlt héten az U11-esekkel, U13-asokkal, Sárospatakon, illetve Mátészalkán, igen, voltunk tornán. Ezen a hétvégén az U10-esek fognak menni Mátészalkára, tornára, illetve a serdülőknek pont tegnap fixáltam le, hogy megyünk 11-12-13-án Kisvárdára, kaptunk egy háromnapos, ott lakásos, teljes ellátásos tornára meghívást. Ők hány évesek a serdülők? A serdülők azok 15 éves kortól. Uh-huh. Csak azért kérdeztem ezt, hogy köztük vannak olyan gyerekek, akiket már figyelnek, hogy nem sokára lehet vinni a felnőtt kerethez? Hát azok a gyerekek még azért attól, tehát a serdülő után meg kell, hogy ugorjon még egy korosztályt, az ifjúsági korosztályt, és hát majd az ifjúság. Az ifjúsági csapatban van olyan játékos, aki átjátszik esetleg? Az ifi csapatból? Igen. Van. Három játékos is van, aki a felnőtt keretnek is rendszeresen tagja. Ők nyírbátoriak? Nyírbátoriak, igen. Igen. Még tanulók? Tanulók még, középiskolai tanulók. Viszont ugye nekik is befejeződött a bajnokság, mert az MB2-ben, ott ugye ment az ifi bajnokság, illetve a felnőtt bajnokság, de az ifi bajnokságot már őszi szezonban leállították, és ugye azt próbálta az MKS elkerülni, hogy a felnőtt, mint ugye az elmúlt szezonban, hogy tavasszal leállította Világos. A felnőtt bajnokságot. A felnőtt bajnokságot befejezte az MKS adott rá lehetőséget, de az ifit lefújta. De ezek a gyerekek ugyanúgy a felnőtt csapattal készülnek, és ott kapnak olyan szerepet, illetve hát van még egy csapatunk, amiről a Nyírbátor 2 néven a megyei első osztályú bajnokságban neveztünk be csapatot, ahol kizárólag olyan gyerekek játszanak, akik ifjúsági korúak, illetve hát ott játszik egy-két idősebb, akik már MB2-ben második helyen végeztünk. Most lett vége a megyei bajnokságnak. Na most... Hogyan alakulhatott ki az a méltatlan helyzet, hogy önök össze-vissza kellett járni, szerezni valamilyen fedett csarnokot, ahol tudnak edzést tartani, illetve ahol majd végül is megtalálják az úgynevezett hazai pályát, ami feltehetően ugye a Mátészalkai segítőkésének köszönhetően alakult Mátészalkán. Tehát hogy alakult ez? Hát ez úgy alakult ki, hogy ahogy a szezont elkezdtük, tehát a 2020-21-es szezon, mert ugye őszi-tavaszi lebonyolítású a szezon, mi a helyünkön a két tannyelvű, már a múltkor, két tannyelvű általános iskolában elkezdtünk edzeni. És ugye akkor jött az a helyzet, augusztus végén, hogy már szeptemberben gyakorlatilag oda nem mehettünk be a járványhelyzet miatt. Ekkor keletkezett egy olyan űr, hogy kezdődött a bajnokság, de gyakorlatilag nem tudjuk, hogy hol játszunk. Ugyanis több csarnokot egyidejűleg, akik iskolai kezelésben voltak, azokat egyidejűleg állítottak le. Egyedüli olyan csapat voltunk az MB2-es mezőnyben, aki gyakorlatilag nem volt otthona. És akkor elkezdtünk ugye
különböző helyeken érdeklődni, személyes... Itt mondjuk például a szakközépiskolában működött a csarnok, mert hát ugye futszál meccseket rendeztek. Önök nem kaptak? Ez az érdekes, igen, a futszál, igen, ők is úgymond külsősök, de mivel, hogy az is a szakképzési centrumhoz tartozott, és gyakorlatilag én személyesen beszéltem az igazgatónővel, és számunkra nem tették lehetővé, hogy ott oda bebocsátást nyerjünk. Ez azért érdekes, mert hogy futszál... A futszál pedig vígan játszotta. Az egy abszolút profi sporták, hát egyetlen. Vígan játszotta. A nyírgyulai futszálosok, igen, igaz? Tegyük hozzá. Többek persze. között a nyírgyulai futszálosok, illetve hát a nyírbátori futszálosok is ott világos, játszottak. Világos, szóval önök ott nem kaptak. És akkor megint... Mivel indokolták, hogy nem kapnak? Hát, hogy ez a kormányrendelet, tehát oktatási intézmény... De amikor ön megkérdezte, hogy na, tehát a futszál, akkor mi volt erre a válasz? Hát erre már nem emlékszem, de valószínű, hogy elutasító válasz volt. Mi, hogy nem kerülhettünk oda. Jó, világos, szóval... Indokolták a csarnok időbeosztásával, illetve azzal a kormányrendeletet. Mindegy, ez egy elég szerencsétlen dolog volt. És hány helyen kísérleteztek egyébként, mielőtt Márti Szalkán? Hát sok helyen. Mi edzettünk Hajdunánáson, edzettünk Kisvárdán, edzettünk Fehérgyarmaton. Ezek mind a személyes kapcsolataim révén az edzőkkel, csarnokvezetőkkel, stb. És akkor végül levelekre kaptunk úgymond egy időben úgymond edzési lehetőségként bebocsátást, illetve a mérkőzések tekintetében pedig az első perctől kezdve Máté Szalka adott otthont nekünk. Aztán a leveleki lehetőség is megszűnt egy idővel, és akkor kaptunk, amiért ugye már többszörösen, meg több fórumon is köszönetet mondtam, Torma Tamás alpolgármester úrnak, aki szintén kézilabdás vénájú, illetve a Máté Szalka MTK-nak az elnöke, hogy Máté Szalkán aztán úgymond révbe értünk, edzés tekintetében is, illetve a hazai mérkőzések tekintetében. És ezért kellett fizetni? Hogyne, persze. Hogyne. Tehát önök bérelték. Hogyne, bérleti díjat kellett fizetni, az edzésekért is, illetve a mérkőzésekért is. Na, de hát végül is nem vetette vissza ezek szerint a csapat teljesítményét, mert... Hát ha nem is csont nélkül, de 3 pont veszteséggel. Hát nem vetette vissza, és erre én külön büszke vagyok. Azért ilyen vérzivataros időszakot megélve, kevés, és ugye ilyen elvárással szerintem nagyon nagy dolog, hogy a csapat teljesítette a rá kitűzött mennyi? 3 fordulóval a vége előtt tekintettük? 3 fordulóval a vége előtt sikerült gyakorlatilag behúzni a bajnoki címet, hogy a hátralévő 3 fordulóban, hogyha kikaptunk volna, akkor se tudott volna bennünket megelőzni már senki, de nyilván nem kaptunk ki a hátralévő 3 fordulóban. De akkor még abban reménykedtek, nem, hogy esetleg osztályozó nélkül megúszták? Hát ez viszont nem rajtunk múlott, hanem a másik csoportnak a bajnokság. Igen. Ezek szerint van olyan bajnokság, ahol kevesebb, mint 3 pontot vesztett a bajnok. Kettőt veszített? Igen, az a kettő. Egy vereség. Komárom, illetve Salgótarján. Tehát igen. Ha önök behúzzák a Kisvárd elleni meccset, akkor mi most csont nélkül följutunk. Igen, aha. Igen. Miközben Kisvárdát a másik meccsen megverték. Így van, és azon a őszi mérkőzésen sem lett volna szabad, hogy kikapjunk. Ott viszont fél időben vezettünk is még, ott viszont egy olyan második fél idő lett, amit azt mondok, hogy minden csapat életében lehet egy ilyen rövid zárlat. Amikor is az ellenfél látva ezt a rövid zárlatot, új erőre kap, és hát látunk és ilyet sokkal magasabb szinten is. Magasabb olimpiai döntőben is láttunk. Hát a magyarokra különösen jellemző, erre két női céloztam. Csapatunk. Sőt, bajnokok ligája döntőben a Veszprém. Igen, és azért ők hogyha igen. Valakit lehet profi csapatnak, de ezek a válogatott, illetve Veszprém, hát, és náluk is előfordult a Veszprém, hogy 9 gólról, a magyar női válogatottán 8 gólról veszítettük el azokat a dolgokat. Így van. Na jó, tehát ez nem került az edző fejébe, nem öntötték rá, vagy húzták rá vizes lepedőt a játékosokra, és most rátették-e a terhet a játékosokra és az edzőkre. Tehát
19-én a Gyálon megrendezett mérkőzés, amit Szigetszent Miklós csapata ellen vívnak. Vélhetően, tehát ez még ott a nyugatiban, de a számok azt mutatják, hogy Szigetszent Miklós ellen fogunk. A nyugati tehát csoportban Szigetszent Miklós egy NB1-B-s csapat, és ott feltétlenül a 9. helyen feltétlenül, így van. Végezhet, és hogyha ott végez, akkor önökkel játszik. Így van, így van. Na, rátették-e akkor a csapatra a terhet, hogy kötelező nyerni, mert itt a cél az NB1-B, különben világvége? Na hát egész bajnokságban nem volt jellemző ez a világvége hangulat, úgymond idézőjelbe a csapatra, hogy ha ez nem történik meg, akkor itt irgum-burgum, bármi lesz, és most az osztályozó sincs ez, hogy itt fejek fognak hullani, hogyha ez nem sikerül. Jó, tisztában vagyunk. Itt én is ezt mondanám, hogyha én lennék a én ezt így is gondolom. Ezért felelőse. De lehet, hogy azért magamban azt gondolom, hogy ha nem, akkor azért mégiscsak egy kisebb célokat megalkotó csapatot fogunk itt a jövőben. Nem. Én ezt nem gondolom így. Tehát a következő. Ugye a kedves nézők, azért megvilágítom nekik, hogy azért akivel fogunk osztályozót játszani, ők nem estek volna ki, hogyha nincs ez az átszervezés az NB1B-ből. Egy NB1B 9. helyezett csapata, az az NB1B középmezőnyének az alját jelenti, mert ugye a 12-11-10 esik ki, tehát az a középmezőny alját jelenti. Azt is kell, hogy tudja mindenki, hogy azért azok a csapatok, akik jelenleg NB1B-be szerepeltek, azok mind hétről hétre magasabb hőfokú, iramú és színvonalú meccsekhez voltak szokva. Amit már kiderítettünk a Szigetszent Miklósról is, illetve az NB1B-s más úgymond jelöltekről, amikor még úgy volt, hogy szóba jöhet 4-5-6 csapat. A csapatokat az jellemzi, hogy idősebb rutinos játékosokból, illetve feltörekvő fiatalokból áll. De ezek az idősebb rutinos játékosok, olyan játékosok, nem egy helyen, akik megjárták az NB1-es, illetve az NB1-es osztályt is, rutinos, nagy tudású játékosok. Viszont mi tisztában vagyunk azzal, hogy a mai nappal kezdődő 3 hétben egy olyan munkát kell, hogy végezzünk, ami konkrétan egy mérkőzésre lesz kihegyezve. Ezt az edzői páros, a Csapos János és a Páncél Zoltán edzői párosnak ki is dolgozta ezt a tervet, ezt az edzéstervet, és ennek lesz úgymond a vége, azaz egy mérkőzés, ahol mindenki tisztában van vele, hogy egy mérkőzésen, semleges helyszínen a labda gömbölyű, kerek, bármi előfordulhat, lelkesedésünk az meg lesz, azon nem fog múlni, de nagyon nehéz feladat előtt áll. Hány húzó embere van most a Nyírbátori TVP, ugye? NBSC TVP, igen. Hány húzó ember van most? Húzó ember? 16. Persze, hát nyilván. De mégis azért nyilván van a csapaton belőle rangsor. Hát persze, ezt egyébként mutatja a góllövő listán. De miben a legerősebb? Góllövő listán elfoglalt hely is, ugyanis a mi játékosunk nyerte az északkeleti csoport góllövő listáját Páncél Zoltán személyébe. De nagyon jó helyen van a Szedlacsek János, a jobb szélsőnk, nagyon jó helyen van a ballövőnk, aki csak egy fél szezont töltött itt nálunk, mert ő később került ide. A Gubó Alex is. Ő Nyíregyházáról? Igen, Nyíregyházáról. És a helyiek közül is a nagyon lehet számítani az Albec Bencére, a Siket Kornéleire. Jó, hát szerepet ő most kap. Már aztán felsorolt egy kezdő 6-os, 7-est. Ha nyernek, igen, és feljutnak, hol kell mindenképpen erősíteni? Hát tulajdonképpen erősíteni lesz egy-két poszt, amit kell, hogyha NB1B-ről van szó. Kérdezhetem másképp is, hogy ez a gárda megállná a helyét a mostani NB1B-ben?
Ebben, hogyha nem nyúlunk hozzá, ebben az összetételben nem. Billegne, ugye? Nem, nagyon billegne. Nem. Vagy minden energiánk arra menne el, hogy hétről hétre élethalál mérkőzést kelljen játszani a bennmaradásért. Az pedig fölölöl egy csapatot. Jó, hát akkor magyarul ez azt jelenti, hogy erősíteni kell, nincs kell, jó, hány játékos? Két-három poszton. Két-három poszton. Azt mondja, hogy elég? Két-három poszton? Két-három poszton. Segítsen, hol? Ezt inkább most erre hadd ne térjek ki. Nem, ezt a furcsa, de megindoklom, hogy miért nem akarok erre kitérni. Egy osztályozó előtt állunk, hogyha most mondok egy XY posztot, akkor aki azon a poszton játszik, úgy gondolja, hogy akkor már ezt az én helyemre akarják hozni. Na de hát ön az előbb gyakorlatilag mégiscsak megjelölte azt a posztot. Milyen posztot? Hát ahova erősíteni kell, mert hogy felsorolt másik öt nevet, ahol akik a legjobbnak számítanak. De ne, én ezzel csak... Nem. Én tényszerűen felsoroltam azt, hogy a góllövő listán hogy helyezkedünk el a játékosok tekintetében. Nem célom a kekeckedés. Érthető, csak úgy gondolom, amit elmondtam, hogy most itt fölösleges. Nem akar lenni. Zavart okozni. Világos. Jó. Egyáltalán. A csapategység jó, gondolom, jó. Nyilván. Örülnek. És akkor hajrá a Sziget-Szent Miklós ellen. Na de... Mi történik akkor, hogyha NB1-bések lesznek? Mi lesz a változás? Tehát egy ettől nagyobb költségvetés, félprofi szerződések, vagy profi szerződések, vagy mi? Jelenleg is amatőr sportolói szerződéssel bíró játékosaink vannak. Profi játékost ezután sem akarunk. Tehát NB1-ben? NB1-ben sem. És amikor, ha... Lépjünk előre, tekintsünk előre, ha akkor a siker lenne, hogy a átszervezett NB1-ben is benn maradnak. Ne szaladjunk. Ne szaladjunk, jó? Oké, nem szaladjunk. Mert ez tényleg mi lenne ha, de ez még oly távol. De cél egyébként? Cél az itt nyílt be? Persze, hát egy sportolónak mindig az a célja, meg egy sportvezetőnek is úgy gondolom, hogy azt minél jobb eredmény. Erről mi már beszéltünk, többet hozzunk, hogy lehet egy cél, persze, de hát ezt tudjuk, hogy ez nem csak a sportolónak, a sportvezető múlik sajnos, mert mint minden, a sport is pénzbe kerül, igen. És mint ön említette az előbb, az önkormányzat pénzeli nagy részt. Na, ha NB1-bések lesznek, van erre bármilyen remény, igény, ígéret, hogy több pénzbe tudnak gazdálkodni, és mondjuk szponzorokat tudnak bevonni? Na hát a sport és utánpótlásnál Kft.-nek a vezetője, aki ügyvezetője Makrai László, ezen szorgoskodik, hogy a következő szezontól minél nagyobb számú szponzorációt tudjon szerezni, illetve szponzort vonjon be az önkormányzat által adott működési költségek mellé. Most, ennek egyik... Pillanat. Ha ma azt mondjuk, hogy X az a kézilabda költségvetése, ennek hány százaléka az önkormányzat? 90? Itt a pénzügyi dolgokban én igazából nem vagyok úgy járatos, mert nekem jó, a szakmai része, ezt már megbeszéltük, igen de azért nagyjából... De a túlnyomó részét a Nyírbátorváros önkormányzata. De hát miután Makrai úrral beszéltek, mi a cél mondjuk 50-50 százalékra eljutni legalább? Hát az nagyon jó lenne. Az nagyon jó lenne. Mert ugye arról van szó, hogy az önkormányzat nem csökkenti a támogatást, de ha behoznák a többi pénzt, igen, akkor ez egy... De a cél, inkább a célt én inkább úgy fogalmaznám meg, mivel hogy itt élünk Nyírbátorban, illetve hát ismerjük a helyi körülményeket, nagyon nehéz úgymond külső pénzeket bevonni ilyen dologba, de reményt ad az, hogy nagyon sok olyan cég van itt, ami tőkeerős cég, és ő körülöttük lehet valamit keresni. Na, azt akartam mondani, az egyik ilyen, amit ugye a TVP, amit szintén a... Na jó, a TVP pont a kis cégek közé tartozik ezekhez a nagyokhoz képest, amire ön célzott. Igen. Hát, hogyha az ipari parkot megnézzük, meg nem csak az ipari parkot, itt van néhány, sok milliárd. Hát erre cég. Céloztam. De azt is tudjuk, hogy ők azért eléggé megnézik, nem mintha itt a gyerekek... Annyira nem érdekli őket gyerekek, egy sporttámogatásban rejlő lehetőség? Hát
Szerintem biztosan érdekli, de hát ehhez meg kell, szóval nem olyan egyszerű megtalálni az utat, véleményem szerint. Ha önök MB1-bések lennének, az nagyobb lehetőséget adna erre is? Hogy esetleg erősebb... Hát ez már egy országos nagyobb kitekintést jelentene a városnak is, illetve hát a csapatnak is. Mert akkor, hogyha egy MB1-B lenne, akkor gyakorlatilag a Dunától erre lévő, ország területen lévő csapatokkal játszana a csapatunk a következő szezonban. Aztán azt követően pedig az MB1-B az már az egész országra vonatkozóan, tehát ha mondom, ez csak tézis, ne szaladjunk ennyire előre. Szerintem ne is szaladjunk, de is mondja. Akkor Nyírbátor nevét esetleg Győrben is, vagy Nagykanizsán, vagy Pécsen is elvinnénk a hírét a városnak. Mármint a kézilabda hírét. A kézi, hát azáltal a város hírét. Világos, és mert persze. Azt mondja, aki nem hallott róla, bár gondolom, hogy azért kevesen vannak ilyenek az egész ország területén, de azt mondja, hogy jön a Nyírbátor, hol is van az ügy, megnézem a neten, vagy valami. Mi van ott? Ilyen gazdag kulturális lehetőségek, stb. Ez szöget üthet esetleg sok mindenkinek a fejébe, tehát én így gondolom, hogy ilyen módon. Micsoda kiváló marketing ötlet ez, ugye? Jó, rendben van. Akkor tehát nagyjából az most a dolgunk, hogy önöknek sok sikert kívánjunk, erőt, kitartást, és egy kis szerencsét is, és legalább egy győztes meccset, igaz? Hát legalább egy. Az pont elég lenne. Köszönöm szépen a játékosaink, illetve a vezetőség nevében is. És aztán rengeteg, gratulációt, ami özönlött az egész szezonban az irányunkban, Facebook oldalunkon, sajátomon, klubnak a Facebook oldalán, illetve a Bátor Televíziónak azt a munkát, hogy minden mérkőzésünket, ugye hazai mérkőzésünket Máté Szalkán fölvette, és ezáltal továbbította a nyírbátori lakosok számára, de meg is volt ennek a hozománya, mert mondom, nagyon-nagyon sokan szurkoltak, sőt, nyírbátori lakosok, akik az ország számos pontján szétszóródtak, sőt, Kanadából, Amerikából kaptunk odaszakadt nyírbátoriak és személyes ismerőseim kapcsán gratulációkat. Úgyhogy ez világra szóló siker volt. Szóval jó. És még egy dolgot szeretnék. Amennyiben lehetőség lenne rá, szervezünk szurkolói buszt a mérkőzésre. Gyárra. Hogy minél többen esetleg, hogyha ez már realizálódik. Még azért nem mondom, hogy kinél, mikor, hogy, mint, mert ez folyamatban van most ennek a kimunkálása, de a Facebookon közölni fogjuk, és minél többen, akinek lehetősége van, jöjjön el szurkolni a csapatnak. Hát úgy legyen, akkor mi is azt kívánjuk, hogy minél többen menjenek el, és legyenek tanúi annak a sikernek, amit remélhetőleg ez a csapat nem csak egy éven keresztül dédelgetett, hanem most ezen az egy mérkőzésen ki is tud harcolni. Sok köszönjük sikert! Szépen. Köszönöm önnek, hogy itt volt önöknek a figyelmet, viszontlátásra!